Izgatott diákok, pedagógusok és szülők. Az érintettek nagy örömére sikerült megtartani a szalagavató ünnepséget a Bánki Donát Pécs Antal Technikum végzősei számára. A szervezők természetesen igyekeztek minden járványügyi szabálynak megfelelni. A Bánki Donát és a Pécs Antal iskola tradicionális tatabányai iskolák, mindegyiknek nagyon komoly múltja van. A szalagavató ünnepség egy meghatározó esemény minden iskola életében, minden évben. A világjárvány miatt tavaly sajnos nem sikerült megrendeznünk ezt a nagyszabású rendezvényt, de nagyon örülünk neki, hogy az idei évben erre sor kerülhet, és nem csak a tanárok lesznek jelen, amikor a diákjaink megkapják azt a szalagot, ami a végzősségüket szimbolizálja. A jogszabályoknak megfelelően járunk el, ami azt jelenti, hogy zárt térben vagyunk, a diákok kivételével mindenkinek kötelező a maszkhasználat, és védettségigazolvánnyal lehet csak belépni az épületbe. Nem csak a diákoknak, hanem az őket tanító pedagógusoknak is nehéz a búcsúzás, hiszen a tanulók legfontosabb éveiben vállalnak szerepet, és igyekeznek a legjobb tudásuk szerint oktatni és nevelni őket. Nyilván egy ember próbáló 4 évvel mögöttünk, próbáltunk a srácokból, meg a hölgyekből is, aki az osztályba jár, egy igazi embert faragni. Ez az időszak, mint mondtam, több szempontból is megnehezítette a feladatunkat, meg a gyerekek dolgát is. Mi nagyon bízunk benne, hogy az online időszak alatt se veszítettek nagyon sokat, és az érettségén sikeresen fognak majd szerepelni. A koronavírus okozta nehézségek ellenére is különleges műsorral készültek a végzősök, akik nagy izgalommal várták az eseményt. A szalagavató ünnepségre nagyon nehéz volt a felkészülés, mert egyaránt keringő próbára is kellett járni, és az osztálytánc próbákat is össze kellett hozni, és 36 fős osztályban azért nehéz olyat kitalálni, ami így mindenkinek jó és megfelel, és azért egy nehéz dolgunk volt. Azért megmondom őszintén, az elég rendesen, és nem is csak itt a Covid-ra érteném, hanem a táncra, hogy az elég későn lett kész, mert nehezen tudtuk betanulni, azért nehéz a koreográfia. Győrbe szeretnék tovább tanulni, informatikai mérnöknek, ez nagyon tetszik, és ezt is tanulom, és képes vagyok szerintem oda. A fiatal generáció is nagy lelkesedéssel vett részt a 7. alkalommal megrendezett tradicionális tolfosztás programon, a környei közösségi és tájházban. A tolfosztás mellett zsíros kenyérrel és teával kínálták az érdeklődőket. Főleg az időseket érdekli ez a program nagyon, hiszen nagyon szeretnek nosztalgiázni. Ugye régen azért volt szükség ezekre a tolfosztásokra, hiszen az idősek gondoltak már a felnövekvő generációra, elkészítették a stafirungokat, és ez a megfosztott tolból készült. Ugye ha nagyon gimba töltötték a megfosztott tollat, akkor paplan lett belőle, ha kis alakúba rakták, akkor párna lett ebből a sok megfosztott tollból. Ugye régen házról házra jártak az idősek, ahol megfosztották, megünnepelték egy fédes light ballal, vagy egy tollas ballal. Minden évben összegyűjtjük, és vagy Mártonnapkor, vagy egy olyan jellegzetes eseménykor ebből az idősebb asszonyok készítenek díszpárnákat, és ezeket kisorsoljuk a résztvevők között. Annak idején külön gyűjtötték a párnákba, dunnákba, paplanokba kerülő pihetollat és külön a toltuskót. Az utóbbit, ha eladósorba került egy lány, elszórták a neki udvarló legény házáig. Így látni lehetett, hogy ki kinek udvarol. Már gyerekkorban is szerettünk a tolfosztásnál ott lenni. Hát persze akkor a szobában lett fosztva, hát nem volt csak szobakonyha. Jöttek a szomszédnénik, meg ez összesegítettek a közeliek, ugye. És akkor hát fosztottunk, én gyerek, mint gyerek, kicsit hallgatózni, az idősek mit is beszélnek. Úgyhogy nagyon ez a tolfosztás, ez fontos volt, mert régen ugye tollból volt az ágynemű. A libatoll az kopasztva volt, nem mosva. Ami most fosztunk, ez is mellesztett. Ezt lábközé vették a libát, és élve tipkették a hasukról a tollat, és ebben van a pehely, ami nagyon-nagyon drága volt, nagyon híres, és ebből lett a lányoknak is a stafirung, a dunyha, párna, amit most már ugye nem ismernek. De anyám, én még csak gyerek vagyok. Különleges előadással készült a Tatabányai József Attila Művelődési Ház február első hétvégéjére. Az Eppöli Cselényei a Színi Társulat közreműködésével mutatták be a Ludas Matyi darabot.
Az előadásra megtelt a nézőtér, hiszen sokan az egész családdal kíváncsiak voltak a műsorra. Az Apple-ieket nem volt nehéz megtalálnom, hiszen a színjátszókör vezetője a Wagen Sommer Orsolya, egy nagyon kedves régió ismerősöm, és tulajdonképpen már tavaly beszéltünk róla, hogy mihelyt lesz kész darabuk, akkor mindenképpen bemutatásra kerül az ő darabuk. Jelen esetben ugye most a Ludas Matyit fogják előadni. Nagyon fontos, és ez volt a programsorozatnak tulajdonképpen a célja is, amikor én ezt kiötlöttem, hogy nem kell, hogy tökéletes legyen. Sőt, kimondotta jó, hogyha hát azért is főpróba, hogy egy kicsit bakiznak, ha elfelejtik a szöveget, mert a közönség imádja, imád belenézni a kulisszatitkok mögé. Ludas Matyi története egy igazi klasszikus. Az író nem csak a magyar tájat, hanem az akkori közeg életét is bemutatja. Gazdag szókincsével és a régi népi nyelv fordulataival teszi humorossá a történetet. A színtársulatunk tavaly, 2021-es év szeptemberében alakult, amikor a Nemzeti Művelődési Intézetnek a Pajta Színházi programjában alakítottuk meg a társulatunkat, és 12 fővel vagyunk jelen a csoportban. A mai nap folyamán előadjuk Kéri Ferencnek a Ludas Matyi című darabját az ő feldolgozásában a Fazekas Mihály műve alapján. Ez a Pajta Színházi program idén volt a 7. alkalommal megtartva a Nemzeti Színházban, ahol mi is részt vettünk, a Komárom-Esztergom megyét mi képviseltük Apple-ről, és ott előadtuk a darabot. Nagyon tetszett a közönségnek, előttei alkalommal Apple-ön adtunk elő ősbemutatót, ott adtuk elő először, ott is nagyon nagy örömmel fogadták a helyi Apple-iek a műsorunkat. Hát már van felkérésünk, legközelebb Bajnai Nyugdíjas Klub hívott meg minket, 2 hét múlva ott találkozunk a nézőkkel, akik érdeklődnek irántunk. A 25 év alatti fiatalok 433.000 forintig kaphatnak kedvezményt a munkavér esetében. Ezt a munkáltatónak hivatalból kötelessége megadni. Nyilatkozni ettől eltérően akkor kell, ha több jövedelme van, esetleg nem kéri ennek érvényesítését. Több kedvezmény esetében is nagyobb összegek érkezhetnek február hónapban, nem csak a fiatalok, a gyermeket nevelők számlájára is, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársa. A napokban kapják készhez azok az SZIA visszatérítést, akik postai úton kapták a családi pótlékot, vagy pedig a visszadó nyomtatványon így kérték, tehát ezt már elindította a NAV. Február 15-ig megkapják az SZIA visszatérítést azok, akik bankszámlára kérték a visszadó nyomtatványon, vagy egyébként a családi pótlék egyébként is így érkezett számukra. Nincs azzal sem semmi gond, aki esetleg ebben az automatikus eljárásba nem esik bele, és február 15-ig nem kapja meg, ugyanis még mindig lehet az SZIA bevallásban is ezt érvényesíteni. Az üres SZIA bevallás már elérhető a NAV honlapján, és onnantól kezdve, hogy valaki ezt benyújtja, 30 napon belül utal a NAV. Érdemes volt már januárban nyilatkozni az adókedvezményekről. Aki elmulasztja, februárban is megteheti, ám akkor a kimaradt hónap összegét már csak jövőre az éves bevallásban lehet visszaigényelni. Érkeznek az igazolások, és február 15-ig az önkéntes egészség és nyugdíjpénztári, valamint a nyugdíj előtakarékossági szerződés befizetésekről szóló igazolásokat kell megkapnia minden érintettnek. Az aktuális határidőkről már a NAV új honlapján is érdemes tájékozódni, aminek kapcsán azonban óvatosságra intettek a szakemberek, hogy számos csalóportál jelent meg a hivatalihoz hasonló kinézettel. Természetesen észrevehetőek a helyesírási hibák, nem teljesen ugyanaz, és ami nagyon fontos, mindenképpen jelenjen meg a piros zászló mindenkinél, hogy a NAV soha semmilyen körülmények között nem kér bankkártya adatokat. Tehát, hogyha valaki véletlenül már megadta volna a bankkártya adatait, akkor azonnal tiltassa le a bankkártyáját, és fáradjon be a legközelebbi bankfiókba egy másik bankkártyáért. Rengeteg helyen jártak már az országban és a határon túl is a környei szabadidőklub tagjai. Januárban minden tag készített egy listát, hogy az idén hová szeretnének eljutni, és ezt összesítve beszélik át az elkövetkezendő időszak programjait. 2015. január 5-én alakultunk, és én úgy gondoltam, mivel Tatabányán dolgoztam, és ott rengeteg nagyon jó klub volt, akinek én is a tagja voltam, és úgy éreztem, hogy itt a falaba környen is erre lenne rá igény, és az első klubnagunkon már 37-en voltunk, tehát akkor tudtam, hogy jó helyen vagyunk, és azóta is nagyon jó összetartó csapatunk van. Általában olyan 50-en vagyunk, de általában 25-30-en mindig vannak a klubnapjainkon. Hétfőnként 2 hetente tartjuk, és ilyenkor megbeszéljük, ami elmúlt,
programok, meg amik majd a következő két hétben, meg majd még idén tervezünk. Vannak Vértesablóra a Kömöröltől is vannak, akik csatlakoztak hozzá, de hát mi nem ragaszkodunk ahhoz, hogy környei legyen. Lényeg, hogy jól érezze magát, meg a csapatban mindenki jól érzi magát, tehát úgy érzem, hogy mindenki megtalálta itt a helyét. Múzeumok, kiállítások és a különböző települések nevezetességei szerepelnek a palettán, hiszen jártak már a Tatai kastélyban, a Komáromi csillagerődben, de ha a vírushelyzet engedi, akkor külföldre is szívesen ellátogatnak. Én 5 éve csatlakoztam, és akkor több ismerősömen keresztül hallottam, hogy itt létezik. Én eredetileg oroszlányi vagyok, csak a férjem környei, és akkor én úgy gondoltam, hogy csak az ismerősöm, és akkor ide csatlakozok. Sokat járunk kirándulni, sok programot csinálunk, és ezért, hogy az ember nem unatkozik otthon. Most legutóbb a múlt héten jártunk a Szinyei Merse kiállítást megnézni a galériába, és megnéztük mellette a Szent István termet. Előtte volt ez a Böllér Fesztivál Vérteszőlősön, ott is többen ott voltak. Kirándulni többen járunk, hát most a vírus kicsit, egy 2-3 év alatt egy kicsit megrövidítette, mert tavaly tudtunk először elmenni Prágába, ilyen csoportos kirándulásra, előtte nem tudtunk menni a vírus miatt. Hát most szervezünk megint ilyen külföldi kirándulást, hogy hogy jön össze, még nem tudjuk. Rutkai Éva és Latinovics Zoltán egy ritkábban látott fotója, az egyik sztárdarabja a Tatai Várban nyílt legújabb kiállításnak. Rózsadombi otthonában Keleti Éva örökítette meg a színész óriásokat. Nem csak róluk, a hazai művészvilág legnagyobb alakjairól is készített portrékat már az 50-es évektől. Olyan időszaknak a fotóit, amik valóban még mondhatjuk így egy múlt századi művésznek a művészetét mutatják be. Nem csak azt, amilyen technikával ő alkotott, hanem azt a nézőpontot, azt a világot, azt az univerzumot is, amit ő képvisel a műveiben, és amiből ezek a kis fénypontok most itt láthatók a múzeumban. 6 évtizednyi életművel a háta mögött 2018-ban kezdett újra aktívan fényképezni, egykori kedves modelljei közül is sokakat felkeresett. A Kandallós teremben vendégeskedő kiállítás része annak a nagyszabású tárlatnak, amellyel születésnapja alkalmából lepte meg a közönséget, és amely számos kevésbé ismert szoció- és riportfelvételt is bemutat. 2019-ben Keleti Évának volt egy nagy életmű kiállítása a műcsarnokban, ahol ezek közül azért elég sok bemutatkozott, de még mindig bukkannak fel újabb és újabb darabok. Például most ezen a kiállításon az 50-es évek egyik budapesti gyermekmérleg és babakocsi kölcsönzőjét bemutató riportfotó az nekünk is meglepetést okozott, de ugyanígy a Csepel Vas és Fémművek motoros klubjának az egyik motoros kirándulásán a motoros nőkről készült fotó. Nagyon sok fotót készített a vidéki Magyarországról, a TSZ-ek, állami gazdaságok munkájáról, és ezek közül is látunk itt a kiállításon. Keleti Éva életműve az egyik leggazdagabb magyar fotográfiában. Dolgozott többek közt az MTI-nél és az Új Tükör című lapnál. Az érdemes és kiváló művész felvételeit március végéig láthatja Tatán a közönség. A kisgyermekek a játék során észrevétlenül fejlődnek. Így van ez a Tarjáni Baba-Mama Klub tagjaival is. A kerekítő program célja, hogy a szülők kedvet kapjanak az otthoni mondókázáshoz, bábozáshoz, énekléshez, amellyel hozzájárulhatnak egy harmonikus anya-gyermek kapcsolat kialakításához. Helyet kap nálunk a mondókák, a zenék, a tánc, és jeles alkalmakkor pedig kézműveskedni is szoktunk. Ezek mind-mind fontosak a gyerekeknek a fejlődésében, tehát a ritmusérzéküket fejlesztik, szocializálódnak, és hát az a visszajelzésünk, hogy nagyon-nagyon szeretnek hozzánk járni. Anyukák is kicsit kimozdulnak a komfortzónájukból, barátságok kötődnek, ismerkednek egymással, úgyhogy nagyon jól szoktuk érezni magunkat. Tehát együtt érkeznek a gyerekek, volt már rá példa, hogy nem anyukával, hanem apukával vagy nagymamával jöttek. Első körben mindig egy bemutatkozó kis énekünk van, mert mindig szoktak új gyerekek jönni, hál' Istennek. Utána mindig vannak az ölbili játékok, tehát azzal folytatjuk a foglalkozást, majd mozgásos feladatok, tehát az nagyon fontos, és a legvégén szoktak a szabad játék, az
ejtőernyő, a buborékfújás, amit nagyon szeretnek a gyerekek. Nem csak a kicsiknek, hanem az anyukáknak is kikapcsolódásként szolgál a foglalkozás, ezek mellett pedig első kézből látják, milyen jótékonyan hat a gyermekeikre a közösségben eltöltött idő. Én Adél lányommal kezdtem el járni, most már lassan 2 éve, mert egész picinek is már jöttünk, hogy találkozzon gyerekekkel, mert ő nagyon-nagyon közösségi ember, vagy hogy mondjam, közösségi baba volt, úgyhogy ő neki nagyon kellett, hogy minél többet legyünk gyerekekkel, és a mai napig is így van. Úgyhogy hiába itt a manócskám, jönni kell, mert szeret gyerekek között lenni. A beszéd, hál' Istennek, mert azzal egy kicsit úgy érzem, hogy le vagyunk maradva, de ilyenkor ugye találkozik nagyobbakkal is, és akkor hallja, hogy mondják, és akkor hazamegyünk, akkor gyakorolunk mi is, meg az énekekkel is, ugye, hogy azért itt éneklünk együtt, akkor tapsikálunk, meg ugye az összetett mozdulatok gyakorlása is megy, és akkor ez mind-mind fejleszti. Településen ilyen csapattal rendelkeztek, akkor a településen nem lehet probléma. Ezekkel a gondolatokkal adta át az új csapatszállító jármű kulcsait a Vértessomlói Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökének, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője. A 22 ifjúsági és 35 felnőtt tagot számláló szervezet már több mint 100 éve dolgozik a falu és a környék biztonságáért. A 9 személyes kis buszt a Magyar Falu Program pályázatából és saját forrásaikból sikerült megvásárolni, a jövőben pedig nem csak káresemények helyszíneire, de versenyekre is szállítja majd a tagokat, a somlói önkéntes tűzoltók ugyanis kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhetnek. Az idén nyáron készülünk céljébe Szlovéniába, a CTF, a Nemzetközi Tűzoltó Szövetség által szervezett úgynevezett tűzoltó olimpiára, ifjúsági leány és felnőtt férfi-női csapattal. Ezen kívül egy multifunkcionális gépjármű is. Tudunk eszközöket szállítani a kárhelyszínre is esetleg, árvíz, vagy belvíz, vagy mentési, kárhajtási feladatoknál is teher, illetve csapatszállításra jól funkcionál. Egy másik pályázati forrásból a szertárt sikerült megújítani a közelmúltban, ami szintén fontos mérföldkő az egyesület életében. Az energetikai felújításba beletartozott a nyílászárók és a kazán cseréje, de a navigációhoz szükséges informatikai eszközöket is sikerült beszerezni. Van néhány olyan tevékenységi kör egy települési közösség civil életében, ami konkrétan hasznos, tehát konkrétan az itt élők napi biztonságérzetét támogató tevékenység. Büszke vagyok arra, hogy mernek álmodni, és amire még büszkébb vagyok, hogy mernek is lépéseket tenni azért, hogy az álmaik ne csak álmok maradjanak. Baj esetén a mentésben kiemelt szerepet töltenek be azok az önkéntes szervezetek, amelyek a hivatásos katasztrófavédők munkáját megyeszerte segítik, hiszen gyakran hamarabb érnek a helyszín. A lakosság tájékoztatásában és a kár megelőzésben is elengedhetetlenek az erőfeszítéseik. Kifedezte fel Amerikát címmel tartott előadást Varga Zoltán a Kertvárosi Bányászművelődési Otthonban. Különleges a téma, hiszen a nem megszokott és már ismert metódusokról volt szó, hanem teljesen új köntösben mutatta be az ókori civilizációt a közönségnek. Valójában ez is tényekre és leletekre fog alapozódni, mint a fősodratú történelemkutatás, csak ez olyan koncepciót keres, hogy mi volt a kapcsolat az ókori, illetve az ősi civilizációk között. Tehát nem elkülönítve, szeparálva vizsgálja külön-külön a birodalmak felépítését, hanem ezeket a nagyon ritka kereskedelmi, illetve kulturális kapcsolatokon keresztül vizsgálja a történelem alakulását, főleg Amerikára összpontosítva. Tehát például mit kerestek az egyiptomiak Amerikában, mit kerestek az akkádok, mit kerestek a kínaiak. Tehát ezeket nem fogjuk tanulni a történelemkönyvekben, de vannak rá bizonyítékaink. Vannak leletek, térképek, kulturális összefüggések, írásrendszerek összehasonlítása, építészeti stílusok, építési mértékegységek, illetve olyan tárgyak például, vagy olyan leletek például, amikor egy ekvádori papnő haját vizsgálták, akkor kokain maradványokat találtak benne. Tehát ez bizonyíthatja az amerikai kapcsolatot Egyiptommal. Az előadások tematikája mindig sokszínű, hiszen a hány ember, annyi érdeklődés, és a művelődési otthon vezetősége már nem egyszer kért fel egy látogatót előadni, hogy ezzel is frissüljenek a programok, és a helyiek is megmutathassák magukat. A művelődési házban járnak látogatók, járnak előadók, akik néha látogatók is, aztán meg előadók is egyszerre, vagy fordítva. Van egyfajta kapcsolatrendszerünk, így akadtunk rá Varga Zoltánra.
aki előadása ma itt bemutatásra kerül a Művelődési Házban. De tulajdonképpen nekünk az a célunk alapvetően, mint Művelődési Háznak, nem csak nekünk szerintem, hanem ebben a szférában mindenkinek, hogy mindenkinek biztosítsunk lehetőséget, aki szeretne valamit bemutatni. Olyat, ami esetleg nem önmagától érthetődő. Vannak, akik másként látják a világot, vagy esetleg másként gondolkodnak a világról, és ennek mentén tudjuk talán a kínálati palettánkat is egy kicsit szélesíteni. '58 olyan kollega van, akire már kezdetek óta támaszkodhatunk. 15 éve, vagyis az alapítás óta segítik a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Munkáját azok a dolgozók, akiknek erőfeszítéseit ma a jubileumi ünnepségen külön is megköszönte a vállalat vezetése. A helyi gyár ez idő alatt nemzetközi cégóriássá nőtte magát, 1300 főt foglalkoztatnak, árbevételük 2021-ben már 76,5 milliárd forint volt. 15 éve, amikor kezdtük, akkor 400 000 abroncsot gyártottunk egy évben, most pedig már feléptünk 6 millióra, és a kapacitásunk 6,5 millió abrincs évente. A vállalat az elmúlt években felavatta új gyáregységét, majd több mint 9 milliárd forintos beruházással újabb raktárát is. A járványügyi időszak alatt kormánytámogatás segítségével bővítette kapacitását. Közös sikert, eredményt és feloszható hasznot csak is közös tehervállalással lehet elérni. Ez a mai napnak a legfontosabb üzenete. És menet közben pedig a kormány is 2010 után jó partnerünké vált, vállalta a terheket, a Bridgestone egyik oldalon beletette a maga 130 milliárdját a fejlesztésekbe, és a kormány is oda tette a fejlesztési forrásokat, támogatásokat, beruházás ösztönző támogatásokat. Az ünnepségen felszólalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is, aki kiemelte, tavaly a külföldi beruházások értékének mintegy 60%-a keleti cégekhez kötődött. A távol-keleti országok közül a második legnagyobb kereskedelmi partnerünk Japán. A tavalyi esztendő első 11 hónapjáról van már adatunk, akkor több mint 21%-os növekedést jegyezhettünk fel a kereskedelmi forgalom tekintetében. A miniszter hozzátette, a Bridgestone magyarországi működése is hozzájárult az elmúlt év gazdasági sikereihez. A tavalyi esztendőben hatalmas beruházási rekord mellett exportrekordot is döntöttünk. Ráadásul 20 esztendő alatt 20 helyet javítottunk a gumiabroncs exportáló országok világranglistáján. A 35. helyről immár a 15. helyre jöttünk előre. A tatabányai gyárban elsősorban prémium kategóriás gépjárművekre szánt személyautó és terepjáró abroncsok készülnek mintegy 230 féle méretben. A tervek szerint 2023-ra teljes gyárukat úgynevezett okosgyárrá alakítják. Idén már második alkalommal gyűltek össze a körzet polgármesterei. Február 11-én a településeket érintő legfontosabb napirendi pontokban hozott döntést a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács. Az ülést megelőzően Dunalmás volt polgármesterére emlékeztek meg a tagok. Dunalmás volt polgármesteréről, Ceglédi Zoltánról fogunk legelőször is megemlékezni, aki a napokban elhunyt. Polgármester úr is tagja volt a kistérségi tanácsunknak, és nagyon sok mindent tett a településéért, illetve a közösségünkért, jó Isten nyugtassa őt. A mai ülésünkön Krasula János, a Tatai Rendőrkapitányság vezetője fog néhány gondolatban beszámolni arról, hogy az elmúlt időszakban a Tatai Rendőrkapitányság milyen munkát végzett, és mik a legfontosabb friss információk a polgármesterek számára. Tárgyaljuk az idén a költségvetést, nem csak a tavainak a lezárását, vagy utolsó módosítását, inkább most még így fogalmazok, hiszen még aztán a végső anyag még a május körül kerül majd a tanács elé. A módosítást megtárgyalását követően pedig az idei költségvetésről tárgyalunk. Durván 840 millió forint körül van az a keret, amivel a kistérségünk gazdálkodik. Ebből 660 millió forint körüli összeg az, amit a magyar állam biztosít a két nagy intézmény fenntartására, és hát a többi feladatot részben a saját bevétel, illetve az önerő a településeknek a
a tagdíjaiból szervezzük meg. Különböző olyan feladatokat, mint például az ügyeletnek a megszervezése. Szociális alapellátó intézményünk és a szociális otthon a két nagy intézmény, amit a kistérség tart fönn, és ezen intézményeknek a finanszírozását szinte teljesen a szociális otthonét teljesen maguk a lakók, illetve az ott élők, illetve tehát a gondozottak és a magyar állam finanszírozza meg. Az alapvető nyelvtani ismereteket sajátíthatják el a gyerekek a Környei Művelődési Házban tartott angol foglalkozásokon. Jelenleg körülbelül 5-10 fő jár rendszeresen az órákra, így akár egyénileg is jól lehet dolgozni a gyerekekkel, ha esetleg valaki lemaradna. Természetesen lehet még csatlakozni hozzájuk, ha valaki kedvet kapott volna az angol tanuláshoz. Február 1-én kezdtem az angol tanfolyamú foglalkozást, pontosabban, mert ez nem tanfolyam, nem foglalkozás, óvodáskorú gyerekek részére, mert ez a korosztály az, amelyik a legjobb szivacsként működik, és ilyenkor nagyon-nagyon könnyű megszerettetni az idegen nyelvet. És mivel több éve csinálom ezt, azt vettem észre, hogy azok a gyerekek, akik ugye már ilyen kiskorban esetleg több nyelvűek lesznek, vagy több nyelvvel foglalkoznak, sokkal kreatívabbak, sokkal okosabbak, sokkal jobb probléma megoldók. Úgyhogy nagyon-nagyon jó az, hogy ilyen korán is emelik ennek a nyelve. Sokkal bátrabban fognak hozzáállni, ha nem is az otthoni nyelv, de később, amikor ugye iskolába kerülnek, akkor már muszáj lesz, és kötelező választani a nyelvet, akkor sokkal bátrabban fognak hozzáállni a nyelvhez, hiszen már ismerős lesz nekik a szó, a hanglejtés, és sokkal bátrabban fognak nekiállni a nyelvtanulásnak, és nem fognak szorongani tőle. Most ugye még nem készünk nyelvvizsgára, mert nem erről szól, hanem játszunk. És közben idegen nyelven ismerkedünk. Rengeteg dallal, versen, mozgásos játékkal készülök ilyenkor. Minél több feladatot és változatos feladattal, ugye, hogy ne az legyen, hogy csak képeket nézegetünk, vagy csak mesét olvasunk, hanem vegyék ki a részüket, és mondják ki a szavakat, a dalokat, mert azzal tanulják meg a nyelvet. Fontos, hogy a gyerekek játszva tanulnak, így ez nem egy tudatos folyamat, tehát észrevétlenül természetesen sajátíthatják el a nyelvet. A cél, hogy felkeltsük a kicsik érdeklődését, és így megszerettessük velük az idegen nyelvet. 2 hete járok, és a kedvencem az előző óra volt, amikor az időjárásról tanultunk, hogy dalolunk, és arra ugrálunk, és mozgunk. Az otthoni tanulásban igen, mivel angolra járok, és így sok új szót megtanulhatok.